Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebbe a mai videóban. Grounded-ot folytatjuk. Túlélős játék, hangya szinten mozgunk, és ahogy látható, este lett, éjszaka lett. Ha nyomunk egy inventory-t, láthatjuk, hogy fél hét elmúlt, és nézzük akkor, hogy mit is kell csinálni, és hogy az éjszaka folyamán, hogy fogunk túlélni. Na, sokat nem haladtam videón kívül, találtam viszont egy ilyet, ez valami méz... Mi ez a gyú? Pára? Párlat? Ja, hát így ami ott van, aztán cső. Aztán nem tudom, azt jól megmondtam. Na, itt van ugyan víz, jajaj. Hopp, a legyecske. Egy kis légy. Várjunk, torcsot én nem tudok csinálni. Amúgy. Torcs. Nem adja ki a dolgot. Menjünk csak vissza. Ah, most írja. Azt akarom én, a torcsot. De mi kell a torcshoz? Craft torcs. Hopp, itt mit mutat? Ez mi? Jaj. Hoppá, víz alá vagyunk. Szép, az kell nekem, gyanta. Jó, oké. Várjunk, csináljunk már egy bandage-et. Vagy lehet, hogy a gyanta kell a izéhez is, a fákjához is, ugye? Aha, és ezen a ágon úgy tűnik, hogy találhatunk ilyeneket. Na, viszont egy kis gammát teszek fel, kicsit csalunk a játékban. Ez sok, mert amúgy meg... Nem fog látszolni semmi a videóba se, de én se látok túl sok mindent. Hú, de sok gyanta van itt. Ez igen. Ja nem, ez is az a méz. De mi van itt? Valami kaptár van fölöttünk, hogy ide lepotyog a méz csepp. Innom kell. Mit igyak. Igyunk egy ilyet. Csak egy dumpit. Aha, kicsit felvitte. Hát figyelj, nekem víz kell valahonnan sürgősen. Aha, ott. Éjszaka több az ilyen pára, ami található ilyenkor a fűszálakon. Na most megütöm, akkor leesik. Jó, oké. De szépen gurul. Oké, igen, ezt nem szükséges felforralni. Na, torcsot villámgyorsan csináljunk. Hogyan kell torcsot? Itt van torcs. Ha kell hozzá egy ilyen gyanta, és még szerencse, hogy szedtünk fel három száraz füvet. Oké, és akkor ez aztán fényes. És akkor egyik kezünkbe a torcs, másikba pedig a botocskánk. És akkor nézzük meg azt a gépezetet, amit itt mutatott. Na most hol vagyok? Most kicsikét el vagyok tájolódva. Ott a házunk, vagy mi ez a kis bebújó kis aranyos kis levélkunyhónk. Te, én megtámadlak. Te erős vagy. Ajajajajaj. De gyorsan tudunk ezzel ütni. Viszont ez nagyon nagyot csap belénk. Bandás. Gyorsan bandage. Ezt így nem adja ki? Ja, hogy így. Gyorsan kraftoljunk le egyet. Kettő gyanta kell, hogy le tudjuk kraftolni. A bandást. És akkor hova tette? Itt van. Konzum. Elfogyasszuk. Aha, és akkor ez így szépen lassan felviszi. Jól van. A hangyát pedig kifosszuk. Hú, de szépen ki... Placsant neki a belső nedvei. Miket kaptunk belőle? Vörös hangya testrészek. Én azt mondom, én az ilyen húsos dolgokat, ez mondjuk nem tudom, hogy micsoda, kolbász? Azokat ide leteszem, amilyen fogyasztható ételféleség. Mondjuk. Ezt se tudom, hogy mi. Ja, ez is hús. Aha.
Igen, ne együk meg nyersen, azt mondja. Amiken ilyen felkiáltójel van, azokat pedig ki lehet researcholni itt az állomásnál. Kicsit lejjebb veszek a gammából, mert úgy látom, hogy kicsit túltoltuk ezt a dolgot. Na most azért jobban helyzet. Jó, mit tudunk ebből nézzük? Kapunk majd itt ilyen agyerőpontot. Workbench. Workbench-et tudunk. Nagyon jó. És mondjuk nézzük meg ezt a Cloverleaf-et is. A lóherét, hogy mit ad erre. Ilyen tároló, beszkét, asztal, plant fibert is tudunk belőle csinálni. Kosár. Az tároló kosár. Jó. Oké, köszönjük. Éhínségbe fullon vagyunk, szomjúságot pedig még csillapítanunk kell valamivel. Na most nekem ez a szerszám egyelőre nem szükséges, hanem így mindent kicsit átrendezek. Most valamit nem dobtam el. Jaj, de furcsa. Várjunk, a Spirit, azt berakom ide az egyes helyére. Mi ez a hang? Nem tudom. Kicsit ilyen horrorba megy át este, úgy tűnik a játék. Fú, de amúgy rémisztő. Azt a fát nem látjuk, mert olyan messze van. Szokott ilyen homályosan látjuk. Na, itt van ez a gép. Ó, ide be tudunk jönni a műszerbe. Ez igen. Kondenzátorok, mikrocsippek, kábelek, forrasztások. Ez igen, mi megy itt. Na jó. Merre menjek? Várjál. Közben az ilyen kis szálakat felszedjük. Hopp, itt van valami. Ez micsoda? I'm tiny. I was a fool to have ever doubted myself. A fool like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from Na. The backyard. Wendell. I Ő is kicsivé tette magát. I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tolley official log 89.08.05 recording as I take my first steps into the Na. Miniature world. The sights are unbelievable. Na jó, the textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. It looks like this thing hooks up with those lasers. I don't think that worked properly. Nem működik megfelelően, mert valamibe beleütközik. Az ott működik. Aludjam át a éjszakát az én búvóhelyemen. Hát de működik minden, nem? Unblock the obstructed laser. De melyik az? Melyiket kell a háromból? Hű, én ezzel a hangyával nem nagyon akarok kikezdeni, eléggé gyengusz vagyok. Vagy nézzük meg így éjszaka? Ant spotted! Hol? Ajaj. Ott ketten mennek. Na várjunk. Arra van a lézer, de valami miatt... Igen, nem folyamatos. Aha, a többinek folyamatos a jele, ennek meg ilyen összevisszaság. Na most ez miért lehet? Kövessük ezt a irányt. Hopp, ott közben van egy víz csepp. Így. Ott gurul. Hopp, jó. Közben szedjük fel a cuccokat. Na, szerintem jó irányba megyek, nem? Vagy egyáltalán nem? Ide jön be. Te erre fel tudok mászni? Nem.
Itt valamik nyinyeregnek. Mik nyinyeregnek itt? Ajaj. Hallom, de nem látom. Remélem nem hangja. Ez mi? Clay. Ásót nem tudok csinálni. Nem. Jaj, elfelejtem, hogy itt ez. Nem, mert ezt ásni kéne, csak nincs olyan cuccom, amivel ki tudnám ásni, úgy tűnik. Aha! Itt a vezeték, amit rágnak ezek a szarosok. Hoppá. Ezek nagyon gyengék, mert egy ilyen bökés is elég, hogy elpusztuljanak. És itt kapja a cucc az áramot. És ezt kell követni. Fú, ahogy ez a takony, ez szétfröccsen. Nagyon szép. Hoppá! Na, hát te beléd mennyi kell? Lehet, hogy ez ilyen... Hogyha nem számítanak rá, akkor többet sebzeg, mert amit hármat kell ezekbe ütni. Anyád! Így az elhajítás az úgy annyira nem lesz jó, buli. Úgy tűnik, az ilyen egyszer használatos dolog. Na, bandást tudunk még csinálni. Kell még szebb hozzá. Ami nincsen. Jó, nem baj, itt jön a vezeték. Aha, itt zsinyegnek. Jajajajajajaj. Hú, nagyon küzdölöm az egeret. Jó, mindjárt meghalunk. Ezt a 8-ast ezt ígyuk csak meg. Ez is azt hiszem felviszi. Meg a 6-ost is megisszuk. Vagy megesszük. Oké, most megint félig van az életünk. Hát elég szarul állunk. Ilyen bandázsokat kéne csinálni. Aha. Hát ez aztán gyönyörű volt. Na úgy. Oké, azt írja, hogy ez sikerült. Az egyik. Ezek micsodák? Mold. Az nem penész a mold? Slime mold. Ez nem ad semmit? Amúgy tűnik. Jó. Busting tool az ez. Aha! Tehát ez az ilyen pickaxe-nak megfelelő dolog. És ez itt elfog szerintetek? Aha. Itt már befértek, nem? Behát. Kis kavicsokat felszedjük. Világító penész gombákat. Szintén tremor. Ez mi? Mi? Ez kula? A WC alját nézem, vagy mi ez itten? Ez micsoda? Stardimerből. Scab. Aha, ehhez ilyen magasabb szintű eszköz kell. Kort. Aha, ez meg márvány. Scabby, additional flavor scheme available. Mi mozog itt? Scab shame. Hát azt nem teljesen értem. Hol van ez a scab inventory? Nincs is itt olyan. Day mode. Fú, na erre még rá kell jönni, hogy micsoda. Na menjünk csak ki innen. Ezek a világító cuccokat is ki kell majd researcholni, hogy mik lehetnek. Innen jöttem. Mi ez a kolbász?
Ja, ez ilyen hotdognak a húsia. Csak most teli van amúgy a éhesség faktorom. Jó, tehát az egyik az sikerült. És akkor van még egy, amivel probléma van. Fú, mi ez a takony itt? Afid. Aha, ez egy kis levéltető lenne? Mik ezek a hangok, és honnan? Vizet megint innom kell. Jajaj, ezek a kis gyökerek. Oké. Jaj. Let there be light! Nem tudom, mit nyomtam. Itt van egy levél, ezen van víz. Hol van? Na. Don't even need to boil it. Gyorsan megisszuk. Merre menjünk akkor tovább? A másik... Ja, hogy csak a kis orszarvú bogár, ormányos bogár volt az. Tehát a másik ilyen lézert is meg kell találni. Egész nagyokat tudunk ugrani. Viszont ezek a kis bogarak nem bántanak minket. Na, ott megy még kettő lézer. Vagy most hány lézer van? Várjál már. Három, nem? Onnan jöttem. Á! Meg belemegy. Ó, itt el van baszva. Hát ezt kell innen kivágni. Na. Gyorsan kivágjuk ezt a fűblokkot. És innentől kezdve... Megvan, sikerült. Jó. És most mit csináljak? Aha, meg kell nyomni a aktivációt. Na, mi történik aktivációnál? A kis Petével ott állunk, beindítottuk a műszert. Ultraszónikus lézercsapás jön, közben mindegyik feladta a harcot, úgy tűnik. Rövid zárlat történt, a fa tövébe felrobbant valami. My bad? Hát, ja, úgy tűnik elbasztuk, azt is lehetne mondani. Investigate the oak tree explosion. Tehát a tölgyfánál kell megnézni, hogy mi volt ez a robbanás. Oppa, itt közben az áramkörökbe behuppantam. Elnézést kívánok. Az pedig arra van. Akkor menjünk arra, nézzük meg. Jó, az életünkkel valamit kezdeni kéne. Viszont... Ahhoz pedig szeppet kéne megint találni, ami meg nincs, csak egy. Ezeket még meg kéne sütni. Ugye? De ezt így nem kéne. Aha. Na jó. Hopp. Tropikop punch. Ó. Az mit jelent? Most hol a fenyő? Vagy az a fa? Vagy mi az a tölgy? Vagy ezt a dobozt mondta? M betű? Tropico. Ja, ez ilyen üdítő! Az a márkája. Tropi... Mi? Tropicop? Tropicop. Ez valami rajzfilm. Aha. Tropicop. És ez a Tropicop? Lejárt a torcs. Lejárt a torcs. Ajjaj, viszont három száraz fű kéne. Hát most remélem, hogy láthatóak így is a dolgok. Viszont sötét van. Hopp, ez mi? Juice drop. Ó, ez felvitte a szomjúságot és az éhséget is. Na, ez mondjuk jó cucc. Én azt mondom, hogy visszamegyek a szálláshoz, most nem nézzük meg azt a tölgyet, és
legközelebb fogjuk megnézni a tölgyet. Most még megnézek pár fejlesztést, hogy miket tudunk megnézni, kifejleszteni a adott cuccainkból. Jó irányba megyek? Nem? Egyszer csak megjegyzem, hogy itt hogy van ez a kert. Amúgy itt aludhatnánk is egyet. Nem akarok aludni, mert már mindjárt feljön amúgy is a nap. Na jó. Egy kis sejtelmes zenét hallok. Na jó, tehát itt biztonságban vagyunk, az a lényeg. Én erre vagyok kíváncsi, erre a világító cuccra, ez mit csinál? Ebből is lehet torcsot. Nagyon jó. Ez mi? Gnatfúz. Ez a vörös hangyának valami testrésze. Hogy látom, valami lába vagy csáprágója lehet. Ó! Ilyen védelmi páncélzatot tudunk csinálni belőle. És akkor mondjuk fejlesszük még ki ezt a gombát, ha már olyan sok van belőle. Mit ad be a gombára? Mushroom slurry. Ez valami étel biztos. Na nézzük meg itt a inventory-ba, hogyha craftolni akarunk mondjuk valamilyen. Aha. Tehát ilyet csak úgy nem tudok, akkor még mindig. Tudunk kerítést csinálni. Ez ilyen sütő. Ez itt ugye a szállásunk. Workbench. Nem is kell hozzá sok minden, csak arra kell rájönni, ilyen szeppeket hol tudunk találni. Gyantát. Storage. Aha, és akkor itt így nőnek majd dolgok? Stem pallet. Ez itt pedig út jelölő. Lámpát is tudunk. Na ezt a torcsot csináljuk csak meg, hogyha már találtam ilyet. És van egy csomó hozzávaló dolgunk. Ez mitől világít máshogy abban? Ó, ez már egy kemény cucc. Vörös hangyát, ha ülünk, akkor ilyen jó cuccot kapunk belőle. Csak kell hozzá workbench, ahogy látom, ugye? Igen, workbench. Mushroom slurry. Oké. Grinder. Aha, ez meg ilyen daráló kell hozzá. Ebből mondjuk csinálhatnánk párat kötélből, hogy legyen. Hopp, mi történt? Nappal lett. Ötös. És akkor ez is világít, nagyszerű. Na jó! Hát most nem aludtam át ugyanaz éjszakát. Most az kéne, hogy a tölgyhöz elmegyünk és felfedezzük ott a fát. Egyenlőre az életünk az nincsen túlságosan jó állapotban. Bár én ezt a kis kolbászt megeszem. Hát nem viszi fel az életet, ahogy látom. Arra majd valamit majd ki kell találni. Ez a 8-as pedig mi is volt? Ja, ez a ilyen méz. Csepp. Jó. Legyenek itt már egy helyen, hogy miből mennyi van, mert utálom a rendetlenséget ilyen játékokba. Kövek. Jó. Na. Szerintem ennyi lett volna ez a videó. Kikapcsoljuk a torcsot. Ott a torcsnak az élete, most látom, az ott megy le folyamatosan. Ennyi lett volna ez a videó. Köszi a megtekintést. Sziasztok.